Alig volt két esztendős a Babics művelődési ház, amikor két orvos és egy építész úgy döntött, zenekart alapítanak és jazzt fognak játszani. Ekkor még nem tudták, történelmet írnak, hiszen útnak indítanak egy folyamatot, melynek állomásait olyan zenekarok jellemzik, mint a V-Section, a Szekszárdi Jazz Quartet vagy a Big Band, melynek a kialakult jazz élet ágyazott meg a működésre. A Radnai Tibor, Kelemen Endre és Lőrinci Gyula alkotta a zenekart, bár önmagukat amatőrnek tartották, hamar hazai és nemzetközi sikereket értek el. 1982-ig zenéltek ebben a formában. Ekkor érkezett Szekszárdra egy újabb orvos, Hullin István, akinek jelentős zenei előélete is volt. Mikor a Pista ide került, akkor itt Szekszárdon volt egy olyan formáció, egy B-section, B-szekció, és hát abban a formációban akkor a Környei Miki, a Szili Lajos, a Béres Ancsi, a Nagy Dénes, aki akkor itt tanított a zeneiskolában gitárt, és jó magam játszottunk, és hozzánk csatlakozott a Pista. Tehát az első zenekar ez a bizonyos B-section volt a Hullin Pistának. Körülbelül fél évig tartott ez, amíg együtt játszottunk. Akkor csatlakozott a Kelemen Bandiékhoz, és létrejött a Szekszárdi Jazz Quartet. Akkor a B-section váltott, és akkor valóban jazzrockot játszottunk. Akkor az Imre Józsi zongorázott, a Környei Miklós gitározott, a Béres Ancsi basszusgitározott, és jól magam doboltam. Akkor volt az a bizonyos jazzrockos időszakunk. No, tehát visszatérve a Jazz Quartetre, a Kelemen Bandi, aki ugye korábban zongorázott, ő, ahogy szintén tőle tudom, mindig nagy vágya volt, hogy vibrafonozhasson, nagy szerelme volt a hangszer, és lehetőség nyílt arra, hogy jött egy kiváló zongorista. Ő szerényen mindig elmondta azt, hogy hát a Pista sokkal jobb zongorista volt nálam, így aztán természetesen adódott a dolog, hogy itt a lehetőség, és akkor ő átválhat vibrafonra, és így alakult meg a Szekszárdi Jazz Quartet vibrafon, zongora, bőkű, dob összeállításban. A Pista nyilván technikailag nagyobb tudással rendelkezett, más habitusú ember volt a játéka is. A Bandinak viszont volt egy rendkívül egyéni, valami teljesen senkihez nem hasonlítható stílusa, ahogy játszott. Sokkal kevesebb hanggal, sokkal kevesebb technikai tudással mégis nagyon érdekesen tudott játszani. És ugye sokszor beszélünk minden művészetre igaz ez arról, hogy az nagyon fontos, hogy valaki, ha valamit csinál, akkor próbáljon egyéni lenni, tehát olyan, amit még máskorában nem csinált, tehát csak rá jellemző, tehát valami ilyesmit próbáljon kitalálni. Hát a Bandinak ez most, én nem tudom, hogy ő erre készült-e, vagy tanult-e, vagy ez úgy benne volt a vénában, és ez csak úgy jött, de a Bandi olyan volt, hogy leült a zongorához, akkor, ahogy szoktuk mondani, három akkord is tudtuk, hogy ezt a Kelemen Bandi ütött el, mert úgy senki nem játszotta, hogy ő, tehát így volt más zongorista Bandi, és egyébként a vibrafon játékán is meglátszott ez, hogy az a nagyon-nagyon érdekes, teljesen sajátos dallamvilág és harmóniavilág, amit ő csinált, az hál' Istennek, mert a Jazz Quartet ebből kamatoztatott. Ez kijött a játékában, a kompozícióban, ugye, mert természetesen amikor a Jazz Quartet létrejött, tehát az a bizonyos négyes, a Kelemen Bandi, a Hullin Pista, a Lőrinci Gyusz és a Radnai Tibi, akkor ők először csak saját szerzeményeket játszottak. Ezt is elmondták nekem, hogy miért. Nagyon fontosnak tartották, hogy ne legyen összehasonlítási alap, ha standardeket játszunk, mondta a Bandi. Azt mondja, a világ legnagyobb sztárjai eljátszották, és azok úgy játszották el, ahogy mi úgyse tudjuk. Tehát annál mi csak rosszabbak lehetünk. Ha saját zenét csinálunk, akkor az olyan, ahogy mi akarjuk, az a bizonyos egyéni íz, stílus, az benne volt. Ehhez még társult a vibrafonnak a sajátos hangzása, egy nagyon kellemes, nagyon hallgatható maga a hangszer. Tehát kialakult egy ilyen játékmód, egy ilyen stílus, és ezt saját kompozíciókkal csinálták meg. Az együttest elismeréssel fogadta a szakma, fesztiválok, zenei felvételek, élő rádió közvetítés és sorra megjelenő lemezek jöttek egymás után. 1988-ban elhult a zenekar dobosa, Radnai Tibor,
helyére riportalanyunk Soponyai József ült a zenekarba. 89-ben Gyuszi jött, éppen csöngettek már ki a Gyuszi, és bejön, hát kérdeztem, mi újság, hogy beszélgettünk, és egyszer csak fölteszi a kérdést, hogy lenne kedvez a Jazz Quartetben játszani. Hát ez akkor a dolog volt, hát akkor is, meg azóta is természetesen, de akkor ez olyan, hát melbevágó dolog volt, hogy hát mi az, hogy lenne, hát megfelelek én oda először, és az volt a kérdésem, hogy és akkor megbeszéltük, hogy hát persze, ők számítanak rám, és ismerem-e a lemezüket, hát természetesen ismertem, hiszen ahogy mondtam, nagyon tetszett akkor is, és hát a számokat is sokat hallgattam, és akkor megbeszéltük, hogy eljövök egy próbára, és akkor nézek meg egy számot, és akkor majd megpróbáljuk együtt játszani. Hát én nagy lelkesedésemben az összes számot megnéztem, és leírtam, és akkor mentem a próbára, akkor kérdezték, hogy melyiket tudom, mondtam, én mindent megnéztem, és akkor úgy néztek rám, hogy hitetlenkedve, hogy mindegyik, hát valójában ismertem is őket, tehát nem volt olyan nehéz. Na a lényeg az, hogy akkor befogadtak, bekerültem az együttesbe. 1995-ben elhunyt Lőrinci Gyula, helyére Bénes János ült be a basszusgitárral. Először nyilván furcsa volt a fülnek a hangzása, azért a bőgőnek van egy sajátos hangzása, ami a Jancsi bármennyire is próbált, hogy is mondjam, bőgősen játszani, aztán később a basszusgitárja is bun nélkülévé vált, ami egy nehezebb játékmódot jelenti, hogy meg kell találni a hangokat, de hasonlított jobban a bőgőre, tehát az íz egy kicsit közelebb került, így aztán egy idő után már nem hiányzott, tehát úgy az egyrészt nyilván meg is szoktuk, másrészt pedig a játékmódja úgy bőgőssé vált, hogy úgy belesimult az együttes zenéjébe. 2015-ben kelemelendbe távozott az élők sorából, de szellemisége szerzeményein keresztül máig jelen van a Szekszárdi Jazz Quartet életében. Visszatérve a Bandi gondolatára, hogy hát azt a standardet a sztárok eljátszották, és mi ezt úgysem tudjuk. A Bandit azzal tudtam meggyőzni, hogy Bandi most már van egy olyan saját stílusa az együttesnek, hogy ha mi bármihez hozzányúlunk, bármilyen standardhez, az úgyis jazz quartettesen fog megszólalni. Tehát egyébként meg, ha a lemezt meghallgatjuk, akkor, vagy meghallgatja valaki, akkor hallható, hogy a jazz quartet saját stílusa rajta van, de természetesen a Bandi ezzel nem elégedett meg, meg a Pista sem, és hát hál' Istennek akkor már a Jancsi és én is aktívan közreműködtünk a zeneszerzésben, és sokat tudtunk a számokon formálni. Hát a számokat úgy írták át, és úgy írtuk át, hogyha valaki meghallgatja, abban mindig van valami új. A 90-es évek második felében volt ez, amikor a megjelent lemezünket azt a Magyar Rádió Márványtermében bemutathattuk. Koncerten a rádió felvette, és azt később adásba leadta. Sőt, 1999-ben volt, ha jól emlékszem, volt a Magyar Rádiónak, a Bartók Rádiónak egy sorozata, Klasszikus és Jazz, és nekünk akkor jelent meg a Classic Line című lemezünk, és azt a Magyar Rádióban, a Bartók Rádióban, a Atostúdióban élő koncerten, tehát a rádió élőben közvetítette, nem volt kis tét. Ott játszhattunk, és szerintem fantasztikus, jó sikerült koncert volt. Gyorsan történtek a dolgok, mert 2015-ben halt meg a Bandi, aztán elment a Jancsi, és 18-ban a Pista. Hát igen, nehéz időszak volt. Ha az előbb említettem, hogy volt a Jazz Quartetnek egy csodálatos korszaka, akkor sajnos ez az időszak volt az, amikor hát ez a lehető, amikor sajnos megindult lefele a dolog. Soponyai József a mai napig eleget tesz annak az ígéretének, melyet Huli Istvánnak tett. Újra szervezte és átalakította a zenekart, mely hangszereiben már nem is hasonlít az eredetihez, ugyanakkor átkomponálták azokat a klasszikus számokat, melyeket Huli István vagy Kelemen Endre írt. Így fennmaradt az alapítók emlékezete úgy,
hogy közben újraélet és modernizálódott a zene a jazz kedvelők nagy örömére.